Már két fordulót lejátszott az idei megyei másodosztályú bajnokságban a Tolna VFC együttese. A fiúk intenzív nyári felkészülési időszakon vannak túl. Pihenőnek nem nevezném, mert azért időben indultunk. Hát elég kétségek közt, tehát ez a nyári felkészülés. Borzasztó nagy volt a játékos mozgás. Hát alapvetően 5 vagy 6 kezdő szintű játékost veszítettünk a nyáron. Hát dolgoztunk az ő pótlásukon, kisebb-nőbb sikerrel. Nincsenek tehát könnyű helyzetben a tolnaiak, jó hír viszont a szurkolóknak, hogy a csapat úgymond kemény magja nem váltott klubot. Úgy látom, hogy a hozzáállással nincs gond, meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, eddig 2 forduló telt el, 2 győzelemmel, hál' Istennek, de nagyon izzasztó meccseink voltak, szóval erre számítunk a szezon további részében is. Nehéz meccsekre számítanak a tolnaiak az idei fordulók során. A cél most, hogy minél előbb és minél hatékonyabban építsék be az új játékosokat. Megszokják a légkört, megszokják az elvárásokat, mindenki más állapotban érkezett. Van, aki focizott régen is, egy kicsit elő kellett szedni a régi dolgait, de van, aki nulláról indította el ezt az egész sportot. Ezért ez nem ugyanaz a szint, nem ugyanúgy kell hozzáállnia sem az edzőnek, sem a játékostársaknak. Igazából arra törekszünk, hogy mindenki jól érezze magát, de ennek a keretnek az egyetlen erőssége lehet, hogyha fizikálisan, maximálisan mindent kiad magából, mert az hozhat eredményeket. Úgy gondolom, hogy ebben az osztályban egy hajtós jó csapat ott lehet az első 6-ban. Egyelőre nem számolnak címvédéssel a Tolna VFC vezetőségében, de ez még könnyedén változhat, hiszen az együttes az első 2 mérkőzését győzelemmel zárta. A tavalyi szezonban csak a nagymányoktól kapott ki a csapat, szeretnének idén revansot venni, ez viszont egészen biztosan nem lesz könnyű feladat. Ha jól láttam, akkor a Mályok nagyon jól erősített, már megye egy szintű kerettel rendelkezik, és olyan gárdával, olyan edzői gárdával mögöttük, akik már az elmúlt 3-4 évben nagyon felkészítették őket, mi pedig ilyen szempontból inkább gyengültünk, nem fogjuk olcsón adni a bőrünket, az egészen biztos, de jelen állapotomban azt gondolom, hogy egy maximum egy szoros mérkőzésre vagyunk jó. A Tolna VFC legközelebb a Madocsát fogadja hazai pályán.